Évek óta bírálok már a miklósfai újból mustrán, illetve tagja is vagyok a miklósfai kertbarátkörnek. 31 pár mintát bíráltunk, annak zöme fehérbor, néhány rozé, illetve vörösbor. Hát az a helyzet igazán Márton napkor azért mustra, mert egy teljes szakmai bírálatot nem tudunk mondani, mert egy fejlődő, kialakuló borokról van szó, de egy iránymutatás mégis ad, hogy milyenek lesznek az idei borok. Én azt gondolom, hogy nem volt egy egyszerű év. Tehát egyrészt a meleg időjárás miatt a szőrő már nagyon korán fakadt, tehát nagyon korán indult el a netfkeringés, viszonylag korai netfkeringésről beszélünk, illetve a szőlő növekedési fázis sokkal korábbra datálódott, aztán jött egy nagyon-nagyon aszályos nyár. Én azt gondolom, növényvédelmi szempontból a tavasz vége nyári időszakot leszámítva, ott a rengeteg csapadék miatt azért voltak problémák, de nyáron igazándiból a magas hőmérséklet miatt a növényvédelmet el lehetett hanyagolni, úgyhogy alapvetően szerintem a gazdák jó minőségű szőlőt tudtak szüretelni. Az aszály miatt ugye a lémennyiség azért csökkenő, tehát kevesebb lémennyiséget tudtak születeni, viszont a belső tartalom az nagyon jó volt, illetve a szület optimális megválasztása is nagy figyelmet kellett fordítani, ugyanis a nagy melegben a savak hajlamosak arra, hogy nagyon gyorsan lecsökkenjenek a mustokba, ezért az optimális születidő kiválasztás nagyon fontos volt, illetve én azt gondolom, hogy a legtöbb születi napon nagyon nagy kánikula volt, tehát nagyon oda kellett figyelni, hogy hidegen tudjunk születeni. Ez nagyon nehezen lehetett megoldani, én sem nagyon tudtam megoldani, hiszen amikor beszületettem a szülőt, egyből a mustot kellett hűteni, mert 25-28 fokos musthőmérsékletek voltak, ami eleve már kockázatot jelent már a mustnál, illetve ha tovább gondoljuk, az erjedésnél is. De sajnos azok a gazdák, akik ugye a mustot, illetve az erdőbort nem tudták megfelelő hőmérsékleten tartani, ott ugye erőteljes minőségromlás következett be, és sajnos itt a mustnál is azt tapasztaltuk, hogy ezek a gazdák, az a helyzet, hogy amikor magas hőmérsékleten nagyon hamar kierjedtek a mustok, ott az íz, illat, aromanyagok nagyon hamar elvesztek, és sajnos főleg a vegyes boroknál ez megmutatkoztak borhibák formájában, de viszont azok a gazdák, akik kellően tudtak hűteni, megfelelő hőmérsékleten tudták tartani az erjedést, nagyon szép borokat állítottak elő, én is ezt láttam a fehér boroknál, a rozéknál is. A vörös boroknál igazándiból túl sok mindent még nem lehet beszélni, nagyon korán vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez az évre, ez egy nagyon jó évjárat lesz, amiről beszéltem, akik tudtak hűteni, illetve meg kell hagyni a borokat kialakulni, de én bizakodó vagyok a tavaszi borversenyekre, hogy nagyon szép évjárat elé nézünk. A mostani eredményekről egy kicsit tudunk megbeszélni, akár a számokban, milyen minősítések lettek, miért éppen így döntöttetek ilyesmit? Az helyzet, azt hiszem 20-21 fehérbort bíráltunk. A vegyes borok nagyon gyenge minőségűek voltak, pont ez miatt. Én azt gondolom, hogy nagyon sok volt a bronzérem, egy-két ezüstérmet adtunk. Aztán áttérve a fajtaborokra, három olasz rizing volt a sorba, abból kettő arany minősítés kapott, egy ezüst minősítés, nagyon szép borok voltak, két királyleányka volt a sorba, szintén egy nagyon illatos, intenzív zamatanyaggal rendelkező borok voltak. Volt egy irsai olivér, ami szintén egy nagyon, nagyon szép kiemelkedő minőséget mutatott. A rozéknál két bort tudnék kiemelni, egy Pinot Noir és egy Cabernet Franc rozé, ami azt gondolom, hogy szinte kézborok voltak, tehát mind ízben, illatban egy nagyon stabil, nagyon szép tételek voltak. A vörösboroknál nem mondhatnám ezt, de amiről beszéltem, tehát vörösborokat minősíteni, azt gondolom november közepén az még nem ildomos, úgyhogy, de ezek ma ki fognak alakulni a jövőben. Eltérve a mai estétől egy kicsit, mit tettnek az érdekében a gazdák, hogy minél jobb minőségi boraik lehessenek, milyen technológiákat alkalmazhatnak most ebben a modern világban? Hát az a helyzet, hogy ezek a mustrák pont azért is jók, mert hogyha minősítünk egy bort, nagyon sokszor ilyenkor az eredményhidet is után odajön a gazda, és akkor megkérdezi tőlünk, mint bíráktól, hogy mégis miért adtunk erre bronzot, ezüstöt, és akkor az ember ilyenkor tanácsokat tud adni nekik, hogy a jövőben mire figyeljenek oda. Én azt gondolom, hogy a hosszú évek tapasztalata alapján nagyon sokan ezt megfogadják. Tehát többször volt olyan, hogy azt mondom, az ember mondott egy-egy borról, illetve mondott tanácsokat egy-egy gazdának, és a következő évben láthatóan fejlődést értek el ezek a borok. Én azt látom egyébként nem csak itt, hanem Zala megyében az elmúlt időszakban nagyon, nagyon jó irányba halad a borászat. Tehát a gazdák sokkal jobban odafigyelnek a boroknak a minőségére, illetve ami fontos, hogy nagyon sok helyen összejárnak, tehát az egymás boráit minősítik, és abból tanulnak. Tehát kapnak kritikákat, én is azt gondolom a saját boraimnál is, hogy én is szeretem megkóstoltatni mindenkivel, és a pozitív kritika az mindig azt gondolom az ember előnyére válik, mert abból lehet
lehet tanulni. Úgyhogy itt is a bírát után szakmai beszélgetések lesznek, és egy-egy pohár bor mellett meg tudjuk ezeket beszélni, illetve tanácsokat tudunk adni a gazdáknak.